Így kezdődött és zajlott a munka, és ilyen lett a Városvédő és Szépítő Egyesület irodája. Visszakerültek mára több esetben nemzetközi díjnyertes ajándékba kapott képek is. Helyére kerültek egyelőre még a régi bútorok. Az októberi hónap az álmok megvalósításának hónapja lett, fogalmazott az egyesület elnöke. Egy évszázados álom volt a gerjementi gyümölcsfasor, ami átadásra került. Másik dolog pedig az, hogy végre legyen egy kicsit kulturáltabb irodánk. Évekig spóroltunk arra, hogy most már laminált padló van, és ez mellett, hogy legyen az egyesületnek egy reprezentatív, szép ajándéka, amit másoknak is tudunk adni, és ránk emlékeznek, megnézik. Több mint 10 városvédő dolgozott azon, hogy az iroda megszépülhessen. Szívet melengető volt látni az összefogást, fogalmazott az elnök. Én egy büszke ember vagyok. Büszke ember vagyok az egyesületünkre. Ugyanis, hogyha valamit kitalálunk és elfogadjuk, a megvalósítás érdekében nem az van, hogy ki az okosabb, hanem ki tud többet tenni. Ebben az esetben is az volt, hogy főorvos, nyugdíjas főorvos, egészségügyi dolgozó, mosógépszerelő, bárki, közkatona. Együtt dolgoztunk, sikerült megvenni a laminált parkettát, ugye ez megfelelő munkákat kellett végezni. Le kellett kaparni a falat, újból szegélyézni és festeni. Mindebben még olyan ember is részt vett, egy asztalos, aki csak külsős tag, mégis szívesen vállalta a munkát. Kocsis István úgy fogalmazott, azért is büszke az egyesületre, mert ők kevesebbet beszélnek, de többet dolgoznak. Erre a munkára tehát az egyesület spórolta össze a forrást. Kocsis István elmondta, amit tudtak, és amire jutott, azt most megtették, elvégezték. Az iroda bútorainak berendezésének cseréjére már nem maradt pénz. Ha valaki úgy érzi, ilyen segítséget tudna nyújtani az egyesületnek, nagy szeretettel és örömmel fogadnák a felajánlást.